Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Hát jó sokat vártam ezzel a videóval, de úgy éreztem, hogy ülnöm kell egy kicsit a témán. És miután így kezdett kialakulni egy sajátos gondolat a Godfall-ról, azután kezdtem el megnézni más videósoknak a videóját, hogy mit gondolnak erről a játékról. És nem a, úgy veszem észre, hogy a tendencia egy kicsit a negatív vélemények felé hajlanak, semmint hogy a pozitív vélemények felé. És ugye, az, ha, ha játékkritikákra kerül a sor, talán Skilap az egyik legbefolyásosabb játékkritikus mostanra már, és sokan hajaznak az ő véleményével, és ahogy vettem észre, hogy megcsináltam a lore történetét a játéknak, vettem észre, egy-két kommentből ugyanaz jött vissza, ami Skilapnak a videójából hallottam. Um, és szeretnék nektek felmutatni egy másik perspektívát uh, erre a játékra. A Godfall nem lett az a játék, mint amire számítottam, hogy lesz. Uh, hogy is mondjam, sokkal professzionálisabb játékra számítottam, és professzionális alatt úgy értem, hogy sokkal mélyebb uh, játékra számítottam, nem azt kaptam. És azt hiszem, hogy mindenki, aki ezt a játékot nézte, arra számított, hogy egy sokkal... Um, mélyebb, érdekesebb, és mit tudom, hogyha a core gameplay kerül a sor, valami többet várt mindenki tőle, többek között én is, és ezek alapján mondhatnám, hogy csalódtam is a játékba, viszont megadtam neki az esélyt, mivel, hogy nekem tetszett, amit láttam, a lore történetet egészen kiválónak tartom, ha érdekel esetleg a Godfall lore története, szerintem nagyon jó, csináltam róla egy videót, a csatornámon megtaláljátok, és ennek függvényében is fogunk most beszélni a játékról, fogunk beszélni a core gameplayről, és hogy kinek való ez a, ez a játék, mert visszaemlékeztem sok-sok éve, amikor elkezdtem játszani, visszaemlékeztem, ahogy fejlődtem a játékokban, mindig rátaláltam egy ilyen játékra, mint a Godfall. És eh, egy ilyen játék, mint a Godfall adta meg a lökést arra, hogy egy eddig ismeretlen műfajú játékban um, tudást szerezzek, hogy így mondjam. Beszélgessünk egy kicsit arról, amit uh, egy pár videósnál láttam, hogy felhozták. Hogy jaj, olyan csili-vili ez a világ, és ez egész annyira gicses, és fúj. Uh, erre csak annyit tudok mondani, hogy a Godfall nagyon sokat merít a görög uh, mitológiából, uh, és ez nagyon játszik a játék struktúráján, épületszerkezetén, és a világon, amit választottak, hogy megalkossanak a készítők, és úgy gondolom, hogy... A játék teljes mértékben ezt reprezentálja a gátfalban. Szerintem szép a világ, igen gicses. Uh, igen, nagyon szép fény, fényes minden, uh, de a játék tökéletesen reprezentálja azt a világot, amit el tudok képzelni egy Istenek harcának értitek, világában, uh, és, és hogy őszinte legyek, akár milyen regényt olvastam a múltban, vagy filmet néztem a múltban, uh, ahol ahol arról szólt a történet, hogy istenek, istenekkel harcolnak, vagy emberekkel, mindenhol ilyen gicses volt minden. Szóval mondhatni akár azt is, hogy a játékkészítők, a mai generációk játékkészítői és fantáziátlanok is csak azt hozták, amit kötelező, amiben ők is felnőttek, és, és, semmi újat nem hoztak bele, vagy mondhatjuk azt, hogy ugyanezen okok miatt pontosan öm, megrajzolták azt, amit meg kellett legyen rajzolva, és, és teljesen így korrekt. Nekem semmi bajom nincs azzal, hogy, kinéz a környezet. Megfelelően next Gen az egész dolog. Szóval szerintem bárki részéből, részéről fölösleges ott belekötni abba, hogy hogyan néz ki ez a játék. Szép, fantáziadós környezet, és megfelel az univerzumnak, amit megalkottak a játék köré. Sokan belekötöttek abba, hogy a történet ócska. Hát sajnos igen. Azt kell hogy mondjam, a történet ócska, de itt kihangsúlyozom, hogy a Godfall nem az a játék, amit a története miatt fogsz megszeretni. A Godfall az a játék, amit azért fogsz megszeretni, mert hogy bemutatott neked egy új műfajt. És ez az új műfaj a hackenszles RPG stílusú, netán egészen extrémig elmedve a Dark Souls stílusú játékok felé. Mindjárt elmagyarázom miért. Kicsit térjünk ki rá, ugye, a történetre. Igen, a történet lehetett volna sokkal jobb, hogyha valóban a Gátforról szólna, nem pedig arról, hogy két testvér, mondhatni így, ha így tetszik, vitatkozik egymással, hogy az egyik legyőzze a másikat, hogy ne lehessen Isten. Hogyha pedig a magáról, a háttér történetről szól van a játék, ahogyan a két testvér összefog, testvér, hát relatíven nevezzük őket így, tehát ahogyan az orosz és a farkas összefog, ahogy megcsinálják az összeesküvés elméletüket, ahogy eljutnak addig a pontig, hogy elkezdenek, elkezdik legyőzni az isteneket, ahogy, mert ugye hányan voltak? 12 Mi lett volna, hogyha a játék arról szól, hogy hogyan buktatunk meg 12 istent, Mi lett volna, hogyha egy karakterfejlődés arról szól, hogy hogyan küzdenek lelki hogy elérjenek oda, hogy a saját megalkotóikat győzzék le. Ez sokkal mélyebb és jobb történetet adott volna ennek a játéknak. De tiszta, hogy nem feltétlenül ez volt a soha. Hogy mi volt, hogy mi volt a készítőknek a szándéka azzal, hogy egy ennyire jó háttér történetet építettek? ennek a játéknak, de viszont maga a játék témáját és történetvezérlését ennyire szegényesre sikerült csinálni, nem tudom, hogy mi volt a szándékuk vele. Lehet, hogy csak gyors pénzt akartak vele szerezni, nem tudom, de hogy ennyire gazdag lore történet, van egy háttér történet ennek a játéknak, és a játék nem arról szól, hanem arról, hogy két jó barát, testvér vitatkozik egymással, és az egyik meg akarja akadályozni, hogy a másik istenné váljon, az, 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 sajnos az, az, úgy értékelhetetlen ebből a szempontból. De mégsem ezért fog, tehát lehet, hogy neked tetszett a történet, lehet, hogy nem, de a Godfolt nem ezért fogod szeretni. A Godfolt azon játékosoknak meleg szeretettel ajánlom, akik csak úgy távolról kezdik el nézegetni az RPG stílus. Tehát az a generáció vagy, aki nem nagyon hajazott az RPG stílussal, de már úgy kezded nézegetni, hogy hm, érdekes. Úgy veszem össze, hogy azok, akik elkezdenek RPG stílusú játékokkal játszani, már már türelmesebb játékosok, mert egy RPG játék mélyebb, né? több tanulást igényel, mint mondjuk egy szimplisztikus játék, mint a shooterek. És, a Godfall az egy átmenet, egy átvezető, egy gyors hackkezles játék, um... Ról, vagy egy gyors lefolyású játékról egy kicsit lassabb, megfontoltabb játék felé. Kicsit elemezzük ki a core gameplay-t. Ha, ha példának hozom fel Skilabnek a videóját, itt ő ugye darabokra szedte a gameplay-t. És igaza van, mint egy tapasztalt profi játékos, hogyha megnézed a Gatfollnak a gameplay hogy mennyi hiba és bug van benne, bug, nincs bug, tehát hogy mennyi hiba, és a, a, a harcnak a folyamatában mennyi probléma van. Egy profi játékos számára a Godfall az instant skip. Tehát ott, ott hagyják, leteszik. Jó magam is nagyon nehezen játszak vele, mert úgy érzem, hogy nem, már kinőttem belőle. De viszont eszembe juttatta azokat az időket időről időre, hogy ahol találtam egy olyan játékot, aminek a segítségével sikerült jobban megismernem azt az, azt az új műfajt. És a Godfall az egy ilyen játék, azon játékosoknak, akik gondolkodnak azon, hogy rpg kel játszanak, a Godfall a bevezető játékotok. A Godfall fogja egy kicsit megmutatni, hogy milyen egy nehezebb RPG játék, milyen egy könnyebb RPG játék, tehát egy ráfedést ad a, az egész műfajra a hackenszlesre, RPG-re és a többi. Miért mondom ezt? És ez pont köszönhető a játéknak a hibáival, a harc mechanizmusának a hibáival. A Godfall harc mechanizmusa eleinte nehéznek fog tűnni egy kezdőbb játékosnak. Nehéznek fog tűnni. A boss harcok kihívást fognak jelenteni. Aztán hogy haladsz, haladsz és már benne vagy két-három órára, kezdesz rájönni, kombinációkra és időzítésre. A szinte hozza magát a játék. Nem tudod először eldönteni, hogy, hogy ilyen dark souls-osan játszál, hogy védekezel, ütsz, védekezel, ütsz, elgurulsz, vagy oda mész és mint egy tank mindennek, neki mész, azt lerombolod. Idővel rájössz, hogy a egy szekvenciája van a harcban. És azt hiszem, ez az, amit a legtöbb videósnál, krigusnál láttam, hogy kimaradt egy ilyen dolog. Mindenki felhozta a hibát azt, hogy nem lehet perrizni, nagyon nehéz perrizni, nincs jó látószöged az enemikre, és ezek mindig azok. Nem lehet jó perrizni, nincs jó látószöged az enemire, nem tudod, hogy meg fognak-e csapni hátulról, és ezért valahogy mindig magad előtt kell tartsd az enemiket, de a játék ezt nem feltétlenül engedi. De elfelejtették megemlíteni ezt az apróságot, hogy szekvencia, ütem, üteme van a harcnak ebben a játékban, és elfelejtették Amazon apró, tehát innen látszik, hogy nem igazán játszottak a játékkal, és ha még egy olyan játékos is kerül, mint ez Kilap, aki állítólag mindig kijátsza a, a, játékait, amivel játszik, egy ilyen apróság fölött elmenni, hogy a harcrendszernek a godfall egy szekvenciája van, és terve amikor beérsz egy adott szekcióban a gátforban, látod, hogy hol helyezkednek el az enemik. Az enemik kb. alig mozognak el a helyükről, csak akkor kezdenek el elmozogni igazán a helyükről, hogyha már ben vagy a csata térben, ahol a harc le fog zajlani. Ha megállsz ezen pont előtt, és megtervezed a harcot, hogy melyik enemiről hova csatolsz, akkor a harc igen élvezetessé válik, mivel hogy elkezdesz belemenni egy szekvenciába, megtanultad ugye a gomb kombinációkat mostanra már, és elkezdesz belemenni a szekvenciába, és egyikről, másikról, harmadikra ugrálsz, és iktatod ki az enemiket. Ez a godfall a harc rendszere, ahogy én láttam. Igen. Ha ezen szekvenciába belebuksz, valami nem jön össze, akkor meg fog büntetni a játék. De nem túlságosan szinte lehetetlen meghalni ebbe a játékba. Szóval nem túlságosan fog megbüntetni a játék. A boss harcok nem Dark Souls szintű nehézségűek, hanem egy bevezető a Dark Souls és az RPG stílus, hack -and slash RPG stílus uh, boss harcaiba igazából. Mert van ettől olyan játék, ahol a boss harc iszonyat könnyű, és van, ahol nehéz, és ez egy, ez egy middle ground, ha fogalmazhatok így. Úgyhogy a, igen, a, azon játékosok, akik hozzászoktak az RPG, az RPG stílushoz, hackkezle stílushoz, azok ezt a játékot unalmasnak fogják találni, és a harcrendszerét tele mechanikai problémákkal fogják találni. Viszont azok, akik most jönnek be ebbe az RPG stílusra, a, Dark, a, a Godfall az a játék, ami kellemesen fog bevezetni megfelelő nehézségekkel a hekkezles RPG stílusba. Ez lenne a Godfall az én szememben. Én ezt véltem felfedezni. És kell nekünk egy olyan játék, ami, ami segít fel bevezetni ebbe a stílusba, segít eldönteni, hogy tetszeni fog-e nekünk ez az RPG stílus, vagy inkább hagyjuk még egy pár, pár évre. Uh, jó magam, így voltam így, uh, rengeteg játék. Én egy shooter világból jövök, és szinte mániákusan nyomtam a sútereket, uh, és más, más eddig nem is érdekelt. Azért, mert egy uh, egy forrófejű játékos voltam, aki pörögni vágyott, folyamatos pörgésre vágytam, és <coughs> uh, számomra a. a az RPG-k túl lassúak voltak, túl sok idő kellett a fellődés, és túl sok idő kellett, hogy belekerülj az igazi akcióba, ugye, a, a súterekhez képest, Viszont a Warframe például egy olyan játék volt számomra, ami átvezetett ezen, ezen az időszakon, és megtaláltam a Warframe-be a pörgést, ami a shooterekben megvolt, a sok enemit, az akciót, instant akciót, viszont ugye a mélység jött később, ugye a modolása a fegyverekkel, és a többi, és később ugye a még nagyobb kihívás, amikor erősebb lett a warframe de megmaradt az akció dúsága, és mostanra a game mert komolyan mondjuk eljutottam arra a szintre, hogy egy olyan e, mélységű játékkal játszak, mondjuk amit mostában láthatok a csatornámon a Black Desert Online, amiről ugye mindenki azt tartja, hogy Pay to Win, viszont senki nem tudja, hogy minden egyes itemet, minden egyes itemet még a Pearl Item itemeket is. Meg tudod szerezni a játékban full ingyen, csak sokkal lassabban haladsz. Viszont ez az lényege, hogy egy RPG-nek, vagy mint, mint a Black Desert, vagy a Path of Exile, hogy idő lesz, amire megtanulod a trükkeit. Idő lesz, amire rájössz arra, hogy mitől értékes ez a játék. de mostanra már van türelmem erre. Szóval, ja, így látom én ezt az egész... Gat volt dolgot, én nagyon nagyon köszönöm a figyelmet, remélem, hogy azoknak, akik még nem vették meg a játékot, tudtam egy kis döntés hozatalt hozni az életükbe. Nagyon nagyon köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó dobja, lájkot, iratkozz föl. Egy csomóféle videót töltök most már föl. Mindenféle Na. Uh, ja, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!